egy érdekes filmklubra, valamint egy gyönyörű kiállítás megnyitójára várta látogatóit hétvégén a Vekerlei Társaskör Egyesület Pince Galériájában. Az estet Nagy Tamás helytörténész, a Társaskör Felügyelő Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki felkérte Gajda Péter polgármestert, majd Gettó Márton fotográfust, Méltasság Skoda Éva festőművész, Vekerle Illatai című kiállítását. Gajda Pétert régóta jó barátság fűzi az alkotóhoz. 2003-ban nyílt meg a saját kiállító termed, és amikor ott én először voltam, akkor az is egy felemelő érzés volt, hogy egyáltalán van Kispesten egy olyan hely, ami nem valamilyen hivatalos, vagy önkormányzati, vagy állami kiállító hely, hanem egy helyi művésznek a csodálatos tere, ahol már szintén számtalan nagyszerű kiállításon vehettünk részt. Gettó Márton ez alkalommal debütált, mint szakértő kollega. Beszédében tudományos oldalról közelített az illathoz, az illatélményhez. Agyunkban az illatélmények szempontjából érintett területek pont azok, amelyek az érzelmeinkért és az érzelmi élményeinkért felelősek, ellentétben például a látással, amikor is az agyunk a racionális részét használja. Az ember számára fontos illatingerek erős érzelmi szálakkal társulnak, az illatok valószínűleg bármely más érzékünknél pontosabban, intenzívebben képesek felidézni korábbi emlékeinket, tapasztalatainkat. Az illatok és a szagok által kiváltott emlékeink az érzelmi érintettségünk miatt pontosabbak, mint akár a tapintási vagy a hangingerek által előhívott emlékeink. Gondoljunk csak nagymamáink főztjére, vagy édesanyánk parfümjére, vagy akár egykori iskolánk táblájának krétatartóján hagyott rosszul elmosott szivacsra. Bármelyikhez hasonló illatot érzünk, rögtön saját emlékképeink kerülnek szemünk elé. Fordítva is jellegzetes, hogy mikor az évszakokra gondolunk, a képek mellé szinte az orrunkban érezzük a tavaszi virágok, a nyári zápor, az őszi avar vagy a téli tüzelő illatát. Skoda Éva most kiállított képei is tulajdonképpen ilyen illatélmények lenyomatai. Tájképek, csendéletek, a festőművész közvetlen környezete. A címet is maga adta a tárlatnak, Vekerle Illatai. Itt élek 36 éve, gyakorlatilag mindig Vekerlé felé megyünk kutyát sétáltatni, meg sétálni, mert Vekerle az, ami nyilván olyan vonzerővel bír, ami mint egy ilyen nyaralótelep. És hát itt végig élvezhetjük tavasztól az akác, a hársfa, és aztán a gesztenyefáknak a virágzását, aztán a platánfáknak az illatát, aztán az ősznek az illatát, aztán a télnek a hidegét és a szelét. Tehát ezeket a kicsit ilyen, mint egy ilyen szinergia szerettem volna fölfűzni a kiállítás képeit, hogy többféle érzetet stimuláljon. Tehát nem a színek, meg az illatokat, meg a hőérzetet. Tehát az egyik a hideg téli éjszaka, a másik pedig a forró júliusi nyár, az jelenjen meg. Skoda Éva hol erős, hol visszafogott színeivel hat a néző minden érzékszervére. Élvezzük a kép látványát, érezzük a festék és a táj illatát, átérezzük a pillanat hangulatát. Jó érzés az, hogy egy adott időben, egy adott pillanat érzését nagyon gyorsan megragadni, és ezáltal ezt az élményt, azt a pillanatot örökre megkapom. Tehát egy olyan szerelem, ami egy örökké tartó, bármikor egy téli estén meg tudok nézni egy izzó nyári napot, és ott érzem magam. Vagy egy forró nyári napon megnézem ezt a havas téli hűvös tájképet, és visszaidézi. És pont attól tudja egy ilyen festmény jobban visszaidézni, mint egy fotó, vagy bármi más, mert átélt élmény alapján festem. A kiállítás talán legszemélyesebb műve a Vincét, Éva férjét és kutyájukat ábrázoló alkotás. Éva elmesélte, hogy szokásos sétájuk közben az akkor már nagyon beteg szeretett kutyájuk választotta ki a helyszínt, egyszer csak megállt, lefeküdt és nem szeretett volna tovább menni. Vince támogatva ezt a megpihenést, leült nem messze a nem messze lévő padra. Így alkották meg ők ketten ezt a meghitt kompozíciót. Éva ráérzésének és hordozható festőkészletének hála, most mi is átélhetjük ezt a békés, bensőséges pillanatot. A tárla csupán belépő volt, ráhangolódás Vekerle művészeire, ez volt ugyanis a Cégér Filmszemle filmklubjának tematikája. Nagy Tamás az est házigazdája, a helyi filmszemle ötletgazdája,
és Somogyvári Rudolf dokumentumfilm készítő köszöntötte a portréfilmekre kíváncsi közönséget. Azt találtuk ki, hogy a meglévő filmjeinket a nagy közönség elé visszük. Mert hiszen a nagy közönség csak jobbára mindig a díjnyertes filmeket látta, hiszen amikor díjátadás történt, amikor a vége volt egy-egy pályázatnak a végére, vagy egy pályázatás végére, akkor az első hármat bemutattuk a nagy közönségnek, de voltak igazából mások is. És akkor azt mondtam, hogy csináljunk belőle a filmjeinkből filmklubot. És akkor a filmklub, na jó, de mi legyen a filmklub? De tematizáljuk. És így lett ilyen, hogy profi és amatőr, lett olyan, hogy és ez a mai, csak szívből örülő kispesti művészek. Idén Cégér filmszemle már nem lesz, de az eddig a széles közönség által nem látott helytörténeti, ipartörténeti és porté kategóriában versenyen indult filmekből még több alkalommal szerveznek különböző tematikájú filmklubot. A következő alkalomra március 24-én pénteken 17 órakor kerül sor.